Mert hogy 100 mondat, ami megváltoztatta az életemet, Limpár Imre itt velünk szembe, aki tanácsadó szakpszichológus, szervusz, mint tudjuk, szervusz, olyan jó téged látni így fél év után újra. Igen. És hát a könyvedről beszélgetnénk, tulajdonképpen ő adja, vagy a könyv adja maga a témát, hogy 100 mondat, ami megváltoztatta az életemet, ez nagyon érdekes dolog, mert milyen olyan mondatok vannak, amik meg tudják változtatni egy ember életét, mert én azt gondolnám, hogy nem csak a szavak, nem csak a mondatok azok, amik meg tudnak változtatni, hanem az is, hogy ki mondja. Ki mondja, illetve hányszor mondja. Tehát, hogy rengeteg olyan mondatot veszek górcső alá, ami ilyen sűrítményként funkcionál az életünkben. Tehát, hogy nyilván itt a szuperhatalmak mindannyiunk életében kikerülhetetlenek, kik ők, tehát a szülők, esetleg egy-egy despota nagyszülő. Azért azt nem mondom, amikor a témát elolvastam, hogy nem jutott eszem, hogy úristen, miket hallottam én, és egyébként miket szoktam én mondani a gyerekeknek, és mondom, ó, ezt nekem kell majd beszélni. Igen. Meg lesz még ennek a böjtje, nehogy sírás legyen a vége, visszanyal még a fagyi. Igen. Tele vagyunk ilyen szólásmondásokkal, egyébként én ezt a könyvbe úgy hívom, meg évek óta így nevezem, hogy transzgenerációs téglák, cipeljük ezeket a féltéglákat, és ezek sokszor a sorsunkat is már-már determinálja. Tehát, hogy évődök azon, hogy ez most mikor végzet és mikor sors. Hadd mondjak egy pénzügyi tétét egyik kliensemtől. Kisfiam, így nőtt föl, kisfiam, nem a pénz a fontos, hanem a tiszta lelki ismeret. Felnőttből pontosan értjük, halljuk, hogy ez a mondat mit akar. Csak a gyereki lélek más. Összekapcsolódik a pénz és a tiszta lelki ismeretiség fogalma. Ugrunk az időben, 40 plusz éves, és sosincs pénze. Mert ha azt érzi, hogy pénze van, akkor az valami lelkiismereti deficit, akkor inkább elszólja, hogy a bevétele van, de nincs pénze. És ez csak egy mondat. Még egy tömörítmény, hogy mindenki így értse a jelenséget, ez a tipikusan magyar, járt utat járatlanért el ne hagyj. Én naponta, hetente, havonta azt látom a klienseknél, amikor a konzultációra érkeznek, hogy ez a baj. Hogy nem mer. Mert nem az, hogy a nem járt ösvényen, nem. A susnyásban macsétével bele kéne rongyolnunk, és egy saját utat valahogy elkezdeni járogatni. Ez lenne a lélektani titok. De nem, hát anyánk is megmondta, hogy járt utat járatlanért el ne hagy. És ilyen és ehhez hasonló mondatokat veszek górcső alá, ami itt egy unikális. Ezek a te mondataid egyébként? Hogy a saját életemből vettem felütést, tehát nem az, hogy az egyik kliensem tudjátok, meg hogy van egy olyan ismerősöm, hanem vállaltam, igenis vállaltam, hogy saját apropóból pro és kontra, és ennek azért meg lesz a diszkrét bája, kíváncsi vagyok, hogy ki hogy fogadja. Valószínűleg rengeteg átfedést tapasztal majd az, aki elolvassa, és a saját, esetleg a saját fülébe csengő szavak jutnak majd eszébe, amiket ő is hallott, vagy ő is mondott, vagy azok a mondatok. És hogy talán szülőként, vagy gyerekként nyilván még nem tudjuk, hogy ez milyen hatással lehet az enyém, az én életemre, szülőként, hogy majd a gyerek életére. Igen, és igen. Ugyanúgy tudjuk mondani azokat a mondatokat, pedig tisztán emlékszem, hogy hallottam őket, és akkor sem szerettem, és mégis én is mondom. Igen, én ezt sose fogom mondani a kisfiamnak, kislányomnak. Ugrunk megint az időben, igen. 25 év, és szólásra emelkedsz. De az önismeret, tudjátok, szerintem ott kezdődik, hogy amikor szólásra emelkedsz, és lefutna ez a belső szkript, ez a belső forgatókönyv, akkor van-e egy olyan nüansznyi rés, hogy azt meg tudod akasztani, és mondjuk mást mondj. Nagyon nehéz tudatosan, hogy én azt szeretném, hogy ez tétéje legyen mondjuk a fiamnak. Ezt nem lehet befolyásolni, de azért nem mindegy, hogy az életről, mint életigazság mit mondok. Tehát például megint csak egy pénzügyi példa, hogy gazdag ember csak gazember lehet. Puff, és már megtörténik egy ilyen önbeteljesítő jóslat, vagy mondjuk párkapcsolati példát, mondjuk én hallottam annó, hogy némelyik nő mindegyforma. És például én a saját párkapcsolati kálváriáimat ennek a mondatnak is köszönhetem. Tehát, hogy ennek van egy szubjektív igazságtartalma, és innen szép nyerni párkapcsolatban. Még egy klienstől egy példa. Biztos? Ez biztos. Fiam, a szegedi fiúk sosem hibáznak, csak a pesti lányokat vesznek feleségül. Na innen szép nyerünk megint csak. Igen. Női kliens azt mondja, figyeld, nagyon jó, idézel be a jót persze, anyáról lányra, és aztán így női ágon megy ez a mondás.
azért kislányom, mi férfiak nélkül többre jutunk. Tehát elképesztő sorsokat determinál. Igen, mert vannak ugye az építő mondatok, meg a nem építő, ugye a degradáló mondat, tehát hogy nem mindegy, hogy mik azok a mondatok, vagy melyek azok a mondatok, amelyek megragadnak, vagy továbbadjuk őket. De hogy legyünk azért korrektek abban, hogy vannak pozitív ilyen mondatok is, amelyek megváltoztatják az életünket. Kedvenc személyes példám, lakhatási támogatás volt annó, hogy én panelban nőttem föl, élj úgy, mondta apám, élj úgy, hogy fölötted csak a jó Isten lakjon. Ugyan, a tizediken. Ha nincs, de ha nincs felső szomszéd, nem áztat el senki, nem kopognak a... Igen ám, csak ha egy gyerek egy ilyen mondatot a szülőtől rengeteget hall, akkor mi történik? Ez szimbolikusan is értelmezendő, hogy lettem én könnyen vállalkozó, hogy ne legyen főnököm. Fölöttem csak a jó Isten lakjon. És amikor annak idején a honvédségben kezdtem dolgozni, 4 főnököm volt, az a ezredes asszony, az ezredes úr, az orvos ezredes asszony, az orvos dandártábornok úr, szerintetek meddig bírtam ezzel a sorssal, hogy fölötted csak a jó Isten lakjon, hogy már ott se voltam. Ilyen mondatok is vannak. De ezek a mondatok, ilyen, hogy is mondjam, ezek a tényleg apáról, fiúra, anyáról, lányra szálló mondatok, ezek az ilyen nagy igazságok. Mégis ugye tudnak azok változtatni az emberen, tehát lehet, hogy mégsem akkora nagy igazság. Pont ezt erre akartam reflektálni, hogy igazságnak tűnnek a gyermeki, és aztán később a felnőtt létnek is, mivel igazságnak tűnik, ha mondjuk egy, mi magyarok tudjuk, az élet nehéz, az élet kegyetlen, mindennért meg kell szenvedni. Sírva vígadunk. Pontosan, jelenleg a panaszdal is az egy irodalmi műfaj, és hogy ezt szeretjük újraélni, ezt a világlátást. Még akkor is, ha nem örülünk neki, de azért most beteljesült, ugye tényleg szenvedni kell a párkapcsolatért, mert a párkapcsolatok küzdelmesek. És hogyha van egy fiatal pár, akik összejönnek, és könnyed lenne a létezés maga, annak nem lesz valóságíze, valóságillata, valóságzamata. Na ez a probléma, ennek érdemes kicsit utána menni. Van egy lengyel sportoló, a Jerzy Gregorek, és neki van egy zseniális mondata. Könnyű döntések, nehéz élet, nehéz döntések, könnyű élet. Ebben tulajdonképpen a könyvvel én provokálok. Szembe vagy-e hajlandó nézni a saját életutaddal, és hogy melyek döntések, azok a mondatok, és meghozni azokat a nehéz döntéseket, hogy aztán könnyebb lehessen. Mik azok, amiket semmiképpen nem mondjunk? Ugye ne gondolj a csíkos rózsaszín elefántra, akkor most ugye rögtön ez bejön. Egy pszichológus erre nem fog így korrektan, hát akkor ezt nem mond, diktálom. Helyette mondjuk antré visszavágásként azt mondom, hogy én mit mondok mondjuk a fiamnak minden egyes nap? Fiam, újabb nap a paradicsomban. Teszem ezt azért, hogy erre mondta egyszer egy előadást résztvevő, hogy Imre, akkor ez a mondat az, hogy a régi szép idők most vannak. Covid ide, Covid oda. De fogunk mi nosztalgiázni, Csaba, majd 30 év múlva, hogy emlékszel, amikor a Covid érájában volt az a beszélgetés a könyvről. Tehát, hogy megélni azt, hogy ne dőljünk már mindig kardunkba. És én nem tudom, hogy ez átmegye ez az üzenet a fiamnak. De minden nap elmondom, újabb nap a paradicsomban, és azért nem a rózsaszín cukormáz, tehát ha egy beteg, hanem tehát, hogy vannak nehéz pillanatok, azt ne hazudjuk el. De igenis kapaszkodjunk abba, hogy vannak létlehetőségeink. Köszönjük, hát köszönjük szépen. Nekem jól esett. Köszönjük szépen. Jó volt látni téged. Zenével folytatjuk, jön a Sárik Péter Trió.